És a mai videóba elékezz szó egy új kihívásos videóba, ami az a kelt ökség. Szóval az a lényege, hogy 10 generációval kell menni, hogy mindig kell ültetni egy adott virágról, ami a neve a Simsnek, és egy farmot kell megépíteni. Én is. És ott kell élni, nem lehet kötözni, kb. Ennyi a lényege, és mindegyik generáció megvan maga személyisége, életcél, színe és szabályai. És az első címünk, ami az alapi, Rose Flower, remélem jól álltam ki, és neki a személyisége, ambíciózós, természetkedvelő és vegetáriánus. Igen, vegetáriánus. Az életcélje ez a szabadúszó botanikus, ezt kell végigcsinálni. Színe a piros. És szabályra el kell élni az életcélt, és mindegyik generációnál legyen legalább 2 gyereked, legyen legalább 1 kutyád és 1 macskád, gyűjts össze minden növényt az alapjátékból, éld el a kertészkedés karrier legfelsőbb szintjét, élete során legyen legalább 2 terénynövényed, éld el a barátság maximum szintjét legalább 1 mély alja, a kertészkedés jártasság 10-es szintjét, és minimum az 5-ös főzés, nevelés és ezermesterség. És akkor nézzük is meg a főszereplőnket. Ő itt a Rose, ez a téli ruhája. Közben sikerült nehezen megcsinálni a ruháját, és így a Sims-et, ez a mindennapi, ne telefonozzá, ünneplős, sportos, alvos, bulizós, ja, nem énekelni akartam, nem mindegy. Ja, itt lehet. Jó van. Ez a fürdőruhája. Nyári. És végül télit visszavesszük. Jó. Ez a telek. Itt lesz az családja. Itt néz ki. Kívül, nagyjából. Eléggé kicsi, és látható, itt van egy kis nappali, hálószoba, fürdőszoba, konyha, és igen, nem mennyi tévézni, és ide fogunk ültetni, ahol látható, eléggé kevés a pénz, és most megyünk keresni, először, ezt. Bár közben én arra gondoltam, hogy majd el kell vállalni egy munkát, de hát ez a kertészkedés. Most el is vállaljam, mert el fogom felteni. És majd még később tudom meg, eszembe fog jutni, jó? Nem ez. Igen. Ez. Jó. Okay. Ide, ez a sivatagos városba, hát itt tudunk szerezni valamit. Az a baj, kertészkedés kéne valahogy elkezdeni.
Most miért nem találok semmit? Érdekes. Nem látok semmit. Jó, ide kell jönni. Akkor lehet, hogy elmegyünk. Jó, menj oda. Szerz béke. A látban így drága. Közben nem a tanács csinálja, hogy venni magukat. És akkor majd veszünk, mikor hazajön. Most utazunk el. És nézzük meg. Jó, nincs semmi. Nem kell. Jó, vegyünk egy ilyent. Elsősorban. Jó. Mindjárt csinálunk kaját. Nyissuk ki. Jó. Vépát. Ültesső el. Nem mész aludni? Hanem elültetted. És fennosztott is. Jó. Közben ez 10. Jó. Ez 30. 10. Ez az 100. 18. 36. 24. 30. Ó, 150. Yes. Jó. És nem adtam a kaját csinálni. És figyelnem kell, hogy vegetáljus, tehát hús nem ed. Nem lesz aludni. Jó. Vegessük kicsit fel. Jó. Ja, igen. Ezt tenyészünk békákat. Azt is úgy csinálni. És elgondoltam, szerintem valamiért nem tértem el, hogy kettőzkedésből így ami munka miatt meg kell kötelező neki munkát vállalni, de még amit elmennek, majd ha lassan kéne keresni majd egy feljelöltet, akkor ebből fognak élni, tehát nem fognak más pénzkukát elfelejtettem venni. Jó. Megveszek. Jó. Most Zéndén, vagy nem tudom, vele beszélgetünk. Ő lát az egyik jelölt.
Na, itt van lehetőség, tehát ne! Azt mondom, hogy beszélgettünk. Jó? Jó. Nem megy fel. Nagyon lassan megy fel. Na, boldog már. Hát vászeretjük. Jó. Már éjfél van. Jó. Haza kell menni. Itton is vagyunk, először elmegyünk vécézni, utána aludni, még mindig nem kell. Jó van. Majd írjátok meg. Amin mindig több jel, ki legyen majd az apa, akivel összejön. Közben piros lett a telefonja. Szíves, hogy dolgozni kell mennie. Ah, persze, hogy jó, mennyi. Gyorsan. Oké, én is azt gondoltam. Hát meg gyorsan. Nem. Nem hiszlek el. 15 másodperc múlva. Mindjárt. Közben ezekkel. Nem. És most megy a munkába. Megvárjuk, és utána befejezem ezt a részt.
Nos, haza is jött, és el kéne élni a kereskedés. Így ad el. Közben a mézet is. Jó. Ezt is. Jó. Még mindig az. Ez lett a saját olyában. És szerintem akkor most be is fejezem ezt a részt, és majd folytattam. Nos, ennyi is lenne ez a mai rész. Elkezdtünk munkát vállalni, ez fontosabb, és így elkezdtük élni hozzá. A kihívás az kicsi messze van, de szépen lassan haladunk. Én akkor Dinosz voltam. Sziasztok!